Átlagosan 1200 forint volt tavaly egy kiló szelíd gesztenye a piacokon, elvétve még most is találni ennyiért ebből az őszi finomságból. Van viszont, aki 4000 forintot kér egyetlen kilóért, de hasonló a helyzet a dió árával is, már 2500 forint körül adnak egy kilónyit, de nem ritka az ennél másfélszer drágább ár sem. Ettől függetlenül sokan vesznek belőle, igaz idén jellemzően egyszerre kevesebbet, mint tavaly. Diós kalács, gondolom én, nem töröm a feleségem a szakács. A savanyúságnak való is nagyon drágult tavaly óta. Az egyik árus régóta termeszti a zöldséget, mellette pedig gázzal fűtött fóliasátrakat működtet. Eddig havonta 300 000 forint volt a gázszámlája, most több mint 2 milliósat kapott, ezért kénytelen volt emelni az árakon. 600-ról 800 forintra a karfiol kilóját. Sokalják. Sokan. Nem tudjuk eladni egy piacon, se gyönyörű szépek, és mégse tudjuk eladni. Sok árus már most kitette a halottak napjára készített koszorúkat is. Ezeket 1500 forinttól lehet kapni, de bőven vannak 6000 forintért is. Tavaly mondjuk a 2000-es volt 1700. Hiába emelkedett a koszorúk ára, ezeket a termékeket ugyanúgy megveszik a vevők, mint a korábbi években. A szeretteik sírjára ugyanis a legtöbben figyelnek, ugyanúgy, mint ahogy az árakra is egyre inkább. Olyan sokat kell venni, hogy az ember a kis nyugdíj mellett, akkor megnézi tízszer az árát, mire egyszer megveszi. Szakértők szerint az élelmiszerek áremelkedése idén biztosan nem áll meg. Arra számítanak, hogy az emelkedés mértéke legkorábban jövő tavaszra enyhülhet. Arra viszont senki nem számít, hogy az elmúlt hónapokban megdrágult termékek a közeljövőben olcsóbbak lesznek.